említettük a versenysportot. Hol tart most a magyar díjlovaglás a világban? Ha nagyon-nagyon objektíven és egyszerűen szeretném megadni a választ, akkor azt tudnám javasolni, hogy az évkönyvben fel kell lapozni az éves ranglistát, és akkor meglátod, hogy a sok századik. Én nekem felállt a hátamon a szőr, és rosszul éreztem magam, ha nem voltam a 10 között. És többen lennének erre képesek. Nagyon hiányoznak olyan abszolút evidenciák, amivel a világ élvonalába lehet kerülni. Mik ezek? A velünk született adottság. A született és szerzett, tanulással szerzett intelligencia. A hatalmas empátia, a szeretet, tisztelet a ló iránt. A türelem, pláne a ló tanítása során. A motiváció, hogy a megszállottak szent dühével akarom és elérom a célomat. És mindenek felett az alázat. A ma lovasaiból döntő többségében hiányoznak ezekből a fontos fogalmakból néhány, vagy mindegyik. És azt gondolja, hogy valami világ megváltó lovat, ha hatalmas pénzért megvesznek, akkor meg lehet vásárolni az eredményt. Nem. A ló nagyon kiismeri pillanatok alatt a lovaság, és leamortizálja a rossz érzékű és hiányos tulajdonsággal rendelkező lovas, pillanatok alatt leamortizálja a jó lovat is. Akkor eredményes, ha a ló és a lovas ugyanazon a minőségen áll, és természetesen ugye hihetetlen sokat jelent, ha és amennyiben a lovasnak megvan a lehetősége, a feltételek, és nagyon jól kell tudni menedzselni. Az a baj, hogy itt mindenki már a fiatal lóval is nagy díszinti feligazítottságban, és a lónak az adottságai határait ki akarja lovagolni mozgásban. Ez olyan, mintha az óvodás gyerekkel akarnék 110 méteres gátfutást. Nem, lehet, hogy ő belőle világbajnok lesz, de most 20 centin kéne neki gyakorolni. Tehát kiégetik a lovakat kategóriánként. Igazán a lovat jelképesen megszólítani, hogy a benne lévő adottságait mutassa meg, az csak nagy díjba lehet. Addig játszunk a lóval. Az igazi megmérettetés a díjlovaglásban a nagy díj és a nagy díjkűr. Addig egy tanulási folyamat, amelyben toleránsnak kell lenni, amelyben felmérjük a lónak a pozitív és a negatív tulajdonságait. Mindig a pozitívat erősítjük, a negatívat próbáljuk szépen nivelláltatni, soha nem fogja elérni a jót, de közelebb kerül, és a lóban és lovasban is csak is a pozitív érzések domináljanak, mert az fogja hozni a sikert. Bemegy és azt mondja, mindenki engem nézze, mert most én meg fogom mutatni, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát nem az, hogy bocsánatot kérek, én is szeretnék egy programot lovagolni. Nem figyelnek a lovasok a ló alap állapotára. Erdöntő. Kijön a melegítőbe, és a lónak a legjobb adottságú mozgásával fitoktatja a ló tudását. Nem. Technikailag kell perfektnek lenni. Technikailag. És a szerény mozgású lóval is 100%-ig meg lehet tanítani a technikai elemeket, és azzal is lehet nyerni. Itt helyett szót kért ez a csodás mén, ugye itt vagyunk Szélvásváradon. Csodás méneseink vannak Magyarországon. Akkor azt kimondhatjuk, hogy a lóállományunk egyébként meg lenne ahhoz, hogy a világ élvonalában versenyezzünk? Sok példa volt erre. Ha azt mondom, hogy az egyetlen olimpiai érmünket, Vitéz Platti József, Zsiga bácsi, Gömbös Gyula kegyelmes úr, miniszterelnök úr, Sellő nevű lovával érte el Magyarországon tenyésztették. Magyar lovas lovagoltak. A díjlovaglásban, maradjunk a díjlovaglásban. A Hortobágyon tenyésztett, 1972. február 20-án született
a Bontor levendula, a Bontor kitekincs, Canova nonius, bordal. Úgy mondom, hogy egy aranyos kis parasztló. Olyan technikai tudással rendelkezett, hogy 12 éven át magyar bajnok volt, és ez a félszemű között lehet a vak is a király, vagy a vakok között a félszemű. De a Klimkét meg tudtam vele verni Németországban. A körben, mert olyanokat, amit ez a szerény mozgásadottságoló technikailag tudott, azt nem tudták a nyugat-európai lovak. És ezt a Wolfgang Niglior még versbe is foglalta, egy kézben olyanokat tudtam megcsinálni a lóval, amit a többiek két kézzel nem tudtak. A lovat ki lehet képezni, és Magyarországon igenis vannak lovak, amelyek alkalmasak nemzetközi szintre, nem is akárhogyan, ugratásban is, mert most például legutóbb a Rádiázán tenyésztett Rádiázi Echo, az ifjú Tóth Lászlóval, ugye a világ legjobb versenyein is helyet tud magának követelni, de volt itt egy Nyíregyházán tenyésztett Heródes nevű lovam, amely sajnos korán elpusztult aorta repedésbe, az még jobb volt, mint az akción. Mindenhol megverte az akción. Magyar ló volt. Igen, Magyarországon vannak lovak, nem garmadával, vannak lovak, mind a három olimpiai szakákban, amelyek nemzetközi szinten is kiemelkedőt tudnának teljesíteni, amennyiben a lovaglás szakmai oldalán többet tennénk azért, mint amit most teszünk. Egy kicsit kényelmesek vagyunk, egy kicsit várunk, hogy majd az anyagi oldalon megerősíti, és nagyon nagy pénzért Nyugat-Európából kész lovakat veszünk, nem. Ki kell tudni választani a lovat, ki kell tudni képezni a lovat, és menedzselni kell a lovat. Mit üzen Gyula bácsi a fiataloknak, hogy ezeket a célokat elérhetjük? Én mindenkinek azt üzenem, hogy hittel és hitelesen tegye a nemzet javára. Mit jelent ez? Hogy legyen erős erkölcsi és szakmai hite, hogy jól választott, és megvan mindazon adottsága, amellyel célba érhet. Hiteles ember pedig az, akinek megvan a magas szintű, mondjuk diplomával igazolt ismerete, mert Gróf Széchenyi a legnagyobb magyar azt mondja, hogy több tudomány, fényes, ügyes végrehajtást, és mindezen ismereteit alkotó tudásában, a gyakorlatban, eredményeivel igazolta. Hány hiteles ember van? Kevés. Kevés. Rengeteg olyan van, aki régen csinálja, és a gyakorlatiassággal gondolja, hogy ő már mindent tud. Nem. Empirikus úton kevés a világ élvonalába kerülni fiatalok. Legyen átfogó ismeret, és hihetetlen, magas szintű szakmai tudás eredménnyel igazoltan. És akkor mindenki boldog lesz, az egyén helyzetbe kerül, és ezáltal a magyar lovasport, a dílovaglás is a helyére kerül, és mindazon eredményeket el fogja érni, amit már elért, mert azért az egyetlen olyan olimpiai szakágunk, amiben Európa-bajnokságon bronzérmet nyertünk, világbajnoki helyezést, egy tucat világkupa győzelmet, fél tucat világkupa döntős helyezéseket, sok száz nagydíj győzelmet hozott már a magyar dílovaglás, és most sokkal jobb a lóállomány, sokkal többen csinálják, és még sincs eredmény. Pontosan a hiány dolgokra kéne koncentrálni, hogy mit nem teszünk meg a szakma oldaláról. Mert a lovak, mind a magyar tenyésztésű, mind a külföldön tenyésztett lovak sokkal jobbak. Ekkor Gyula bácsi hisz abban, hogy magyar lóval fölállhatunk egyszer akár az olimpián, vagy egy világbajnoki aranyérmet elhozhatunk. Aranyérmet nem valószínű, nem valószínű, mert a nyugati világ nagy lépés előnyben van, de azt hittel vallom, mert akkor nem szólalnék meg, hogy igenis, mind a három olimpiai szakákban
Van olyan magyar országon tenyésztett ló. Van olyan magyar lovas, aki bármikor a világ élvonalába tartozhat.